Itt a ciszterci rend zarándokszállásán töltöttek el egy éjszakát a Magyar Zarándokút Egyesület tagjai. Kerékpárral vágtak neki annak az útnak, ami Esztergomtól Mária Gyűdig vezet. A több mint 10 éves szerveződés a spanyol El Caminohoz hasonló, hálózati jelleggel folyamatosan működő, hazai kulturális hagyományokon alapuló magyar zarándokutat hozott létre. Minden évben március végétől november közepéig nyitott a búcsújárás, melyhez zarándokútlevél is szükséges. Az útvonal bejárása minimum 16 napot igényel, de kényelmesebb tempó és kitérők érintése esetén 18-24 nap is szükséges. A magyar zarándokút is hasonlóan a spanyol El Caminohoz egyéni zarándokok számára képített útvonal. Időnként szervezünk ilyen kis csoportos zarándoklatot. Mi most többé-kevésbé 5-en jöttünk végig, változó számban jövünk ugyan, mert vannak olyan állomások, ahol becsatlakozik valaki, és aztán néhány etapot, egy-két etapot megtesz velünk, és aztán hazamegy, és aztán jön valaki más. Így négyen vagyunk, akik tulajdonképpen végigmegyünk az úton, most itt Pécset 5-en vagyunk. Az utat mindenki önként, saját akaratából, saját felelősségre járja, ennek figyelembevételével kell gondoskodni saját ellátásáról. Az út országhatártól országhatárig szeli át hazánkat az ország gerincén, keresztmetszetet ad Magyarországról, természeti és épített értékeinkről, az itt élők életéről. A hagyományokra alapulóan tervezett útvonal többnyire földutakon, turista ösvényeken, a természetben vezet, de a közbelső települések belterületeit is érinti. A zarándokút teljes hossza mintegy 431, kitérőkkel együtt közel 600 kilométer. Az útvonal hosszának fele hegyvidék, fele pedig alföldi síkterep. Átvezet a Pilisen, a Kiskunsági Nemzeti Parkon és a Mecseken.